Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Tej Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Húsvéti tojás, sonka, torma, bárány, húsvétra készülünk. SKTV verseny, két bonyhádi diák is bejutott az elődöntőbe. Tojás húsvétra, olcsóbb, de nem mindenütt. Remek borok és pálinkák, versenyt rendeztek Dombóváron. A nagy hétben vagyunk, felkészülési időszak a kereszténység legnagyobb ünnepére. Az évszázadok alatt sokat változtak a szokások, de az ilyenkor hagyományos ételek még ma is az ünnepi asztalra kerülnek. Húsvét vasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. Én a feltámadási szentmisén a megszentelt ételek között nagyon fontos, hangsúlyos volt a sonka, illetve a kenyér, amit kalács képében vittek egyébként az emberek. A sonka jelentősége, ez is szintén visszavezethető a zsidó Peszák ünnephez, hiszen a Peszák alatt a macesz, a keletlen kenyeret ünneplik ugye a zsidók, és az Egyiptomból való megmenekülésüket. A húsvéti asztal elmaradhatatlan kellékei a sonka és a tojás, ahogyan a húsvét jelképe a bárány. A keresztényeknél kifejezetten a feltámadás és a bőjt után a tojással, tejjel készített gazdag kalács tésztát szenteltették meg az ételszentelés során. Szintén a sonka, illetve a sonka a húsnak a jelképeként jelképezi a bőjtnek a végét, a krisztusi feltámadásnak az öröm ünnepét. Megint csak azt lehet mondani, hogy komoly párhuzamai vannak a zsidó hagyományokkal. A zsidó ünnepkor bárány szentelnek. Megkérdeztük a szekszárdi lakosokat, hogy milyen menüt készítenek húsvétra. Szűzérmét fogok megtölteni aszalt szilvával, a másikat meg kolbászhússal is, vagy rizs, vagy krumpli, és ehhez barack befőtt. Van, aki inkább a hagyományosabbnak számító ételeket részesíti előnyben. A sonka, töltött káposzta, kakaspörkölt, ezek. Hagyományos ételek. Nagy öröm ilyenkor a családdal találkozni, Ferenc is így gondolja. Aglegénként nem nagyon készülök, kimegyek a családhoz, nagyjából ennyi nekem a tervem, és akkor ott ünnepelünk egy kicsit. Bátyáméknak van két gyereke, nekik van húsvéti csomag, meg van egy kisugom, aki 12 éves, neki is van húsvéti csomag. Velük úgy el leszünk egy kicsit, és így. Nagyjából nekem ennyi a húsvét. A legifjabbaknak is vannak már kialakult húsvéti étkezési szokásaik. A szalonna, hát meg még sok minden, de inkább egyébként a torva. Természetesen az ilyenkor szokásos édességekről sem feledkeznek meg. Nekem a húsvéti nyuszi csoki, meg hát a sonka, a szalonna, a főtt tojás, mint amik régen is voltak, azok most. Nekem a kedvencem a sült nyúl. Az dabőjúcset. Egy sült nyúl, meg a kedvenc csoki tojásaim. A töltött csoki tojás. A gyermekek között is akad, aki a tradicionális fogásokat szereti. Nekem a húsleves. A húsvéti tojás nem csupán az ünnepi fogások, hanem a locsolkodás része is. A tojás a kereszténység megjelenése előtt is a termékenység örök életszimbóluma volt. Színesre, díszesre festésük jóval később alakult ki. A piros szín Krisztus vérét jelképezi. A Tolna vármegyei SC Percel Mór Technikum és Kollégium két tanulója bejutotta a központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő szakmában az SKTV verseny országos elődöntőjébe, a legjobb 10 közé. Március 4-én Budapesten a Percel Mór Technikum két diákja vett részt a szakmai versenyen, ami egy gyakorlati részből és egy portfólió védésből állt. Felkészülésekben nagy részt az játszott szerepet, hogy a duális partnerekkel kiváló a kapcsolatunk. Minden diákunkat azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy jó partnernél tudhatjuk, akik megfelelően partnerek abban, hogy az itteni elméleti oktatás mellé a gyakorlati részt úgy tegyék hozzá, hogy fel tudja készülni a fiúk, és ezt így szépen szinkronba tudtuk helyezni, és a fiúknak ez segített a felkészülésben. Már az első évtől kezdődően ők az első olyan évfolyamok, akit én végigviszek, és ennek szerintem talán meg is van a gyümölcse.
A szakmai vizsgákra a tanórákon, gyakorlati oktatáson készültek fel a diákok. A legelső évben azok az alapfogások kerülnek elsajátításra az iskola tanműhelyének a keretén belül, amik majd a duális képzőpartnernél nagy segítséget nyújtanak abban, hogy tovább tudjanak lépni a komolyabb szakmai irányban, a megfelelő technológiai követelményeknek megfelelően, ami most már a napjainkban ugye a megújuló energiáknak az használata felé tart, és geotermikus, szoláris, egyéb rendszereknek a használatát megtanulják a fiúk a képzőhelyén. Morsz Kimárk elmondta, interaktív, írásbeli tesztet oldott meg, amin 60%-os eredményt kellett elérni ahhoz, hogy bejusson a válogatóba. Nyilván ebbe a szakmába szeretnék dolgozni. Szerintem elég jól haladok vele. Van egy jó cégem, ott is már ajánlották, hogy maradjak ott tovább, mint munkás, de ez majd júniusban kiderül. Jókai Rafael a gyakorlati tanórákon készült fel. Izgultam, amikor megláttuk az először a feladatokat, mert azért voltak elég nehéz feladatok, amit kicsit kevesebbet tudtunk gyakorolni a duális partnernél, de azon kívül elég jónak találtam a feladatokat is, és mint az eredmény bizonyítja is, elég jól sikerült a maga a két feladatom. Bejutott a szakmasztár országos döntőjébe a legjobb öt közé. Folytatódik a szélmalomharc az illegális szemetelők ellen, mondta el Bordács József, FAD polgármestere. Megsokszorozott erővel gyűjtik a szemetet az önkormányzat munkatársai, és a mező őreik is folyamatosan járják a külterületeket. Ennek eredményeként az elmúlt héten két személy ellen indult rendőrségi eljárás illegális szemét lerakása miatt. 2024-ben szigorodtak a büntetési tételek, amelyeket kiszabhatnak az elkövetőkre. FAD több kiíráson is pályázik a közterületi szemét halmok megszüntetésére. Mindemellett a korábbiakhoz hasonlóan idén áprilisban újra megszervezik a nagytelepülési szemétgyűjtést. A Szekszárdi Evangélikus Szeretett Szolgálat tartós élelmiszert adományozott a rászoruló látássérültek részére. Átnyújtottak konzerveket, csokoládékat, májkrémeket, tésztaleveseket, befőtteket és tésztákat. Mivel közeledik a húsvét, természetesen csoki tojás is került a dobozokba. A mesterséges intelligencia alkalmazásának társadalmi hatásairól, előnyeiről és veszélyeiről napjainkban sok vita zajlik, egyesek Pandora szelencéjeként, mások bőségszarruként tekintenek rá. A 25. Internet Fiesta Pro Értelem és Érzelem cím erre a kettőségre kíván reflektálni, utal az online szolgáltatások és azon belül a mesterséges intelligencia objektív hasznosíthatóságára, de a témakörrel kapcsolatos szubjektív, pozitív és negatív érzéseinkre is. A témában Néder György tartott interaktív beszélgetést, előtérbe helyező előadást a Magyar László Gimnázium diákjai számára. Országos szinten olcsóbb lett a tojás az idei évre, ugyanakkor a kistermelői szférában nem feltétlenül ezt mutatják az árak. A szekszárdi piacon jártunk, hogy megtudjuk, olcsóbb lett-e a tojás. Habár az előrejelzések jelentős áresést prognosztizáltak, a hétköznapi mindennapiságban mindez nem ennyire egyértelmű. Én ugyanattól veszem mindig 30-40 éve inkább, és nem nagyon változik az ára, de tökéletes a tojás, házi, és nem szoktam áruházba venni ilyesmit, sem tojás, se húsfélét, sem sonkát. Egy vállalkozó kamerán kívül elmondta, nehezen tudnak lépést tartani a nagyvállalatokkal és multikkal. Ez pedig a keresletükön is meglátszik. Nem tudnak olyan nyomott árakkal dolgozni, hogy csak ezért inkább őket válasszák, mint az olcsóbb lehetőségeket. Észlelte, hogy olcsóbb lett? Igen. Mennyivel vagy hogyan? Hát én most 500 forintért tudtam venni 10 darabot. Az jó? Igen, jó. Hát a tavalyhoz képest igen. Tavaly mennyi volt? Hát majd 1000 forint körül volt, a 90 darabja meg ilyen. Jó, ha van itt is, ami ilyen maszek, az több. Természetesen a hűség sok mindent képes felülírni, több megkérdezettünk is hosszú évek óta egy azon helyről szerzi be a portékákat, még akkor is, ha az nem olcsóbb. Megmondom őszintén, különösebben nem foglalkozom vele, mert itt veszük állandóan, és önállok nem tudom, hogy olcsóbb lett-e vagy nem, de itt veszük állandóan, és különösebben pár forint ide, pár forint oda, nem, azt nem szoroz.
Különféle portálok számításai szerint a tojás átlagára 60 forint körül mozog, a szekszárdi piacon házi és nem házi tojások váltakozásában ez az összeg 80 és 100 forint között van. Ami azért jelentősen több, mint amit a nagyvállalatok polcain függő cetliken láthatunk, ahol 50 forintért is találhatunk már közepes méretűeket. A Hölgyészi Általános Iskola két negyedik osztályos csapattal vett részt azon a komplex tanulmányi versenyen, ahol a gyerekek matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint környezetismeret tantárgyakban mérhették össze tudásukat. A versenyre a környező településekről is érkeztek diákok, Ozoráról, Simontornyáról, Kölesdről, és természetesen a házigazda Gyönk is képviseltette magát. A beugró feladat egy előre elkészített dekoráció volt, amit a vízvilágnapja jegyében kellett kivitelezniük a csapatoknak. A dobogó felső fokára Simontornya csapata állhatott, második lett a Gyönki különítmény, és harmadik a Gyönk és Hölgyész közös képviselete. Mohácson a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskolában 19. alkalommal rendezték meg a térség német vers és prózamondó versenyt a 3.-4. osztályos tanulók számára. A versenyre 13 általános iskolából érkeztek gyerekek, akik vers, próza és nyelvjárás kategóriában mérhették össze tudásukat. A szekszárdi Szent József Iskola központot Bozsér Regina képviselte a versenyen, aki kimagasló teljesítményével második helyezést ért el. Március 23-án Jászberényben rendezték meg a tanuló ifjúság legrangosabb hazai versenye, a Karate Diákolimpia országos döntőjét. A fináléban 46 egyesületből 266 fő vett részt, köztük a Dombovári I. és Gyula Gimnázium 5 tanulója. Az általuk elért kiváló eredmények is hozzásegítették a dombovári csapatot, hogy a 46 egyesületből a 7. helyen végezzenek az összesített éremtáblázatban. Kiemelkedő eredményt ért el Kovács Adriána, aki küzdelemben bajnok lett, továbbá Baranyai Ár, aki formagyakorlatban lett első, és Braun Ádám, aki szintén küzdelemben végzett az élen. A dombováriak összesen 9 érmet hozhattak haza. Idén is megtartották az Éles Simon Kertbarát Egyesület által szervezett borversenyt, ez már a 39. a sorban Dombováron. A verseny újdonsága, hogy ebben az évben már pálinkával is lehetett nevezni. Pádi Ede, az egyesület elnöke elmondta, 1984-ben volt az első borversenyük, és mivel a mostani években a bor mellett teret hódított a pálinka is, így idén először ez is megmérettetésre került. A zsűri vezetőjeként ismertette a kétnapos programot. A program az mindig a borok átvételével kezdődik, az hétfőn történik, most már ugye a pálinkákat is átvettük. Ez elég jelentős számot jelentett, mert a borokból 110 fölött van a behozott minták száma, pálinkánál meg 75, tehát összesen 180 üveg átvétele történt hétfőn. Kedden történt a bírálat, a borokat 4 zsűri, 4x3 fő bírálta, a pálinkát pedig Dombováron van egy nagy gyakorlattal rendelkező pálinka főző mester. Böröc István versenyző kifejtette, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a tavalyi évben a szőlészeknek. A tavaszi őrületes esők olyan peranoszpóra gombabetegséget okoztak itt a hegyen, hogy sajnos van olyan sok társam, szőlős kertbarát, aki nem szüretelt. Ez erre nagyon oda kellett figyelni. Én 50 éve foglalkozok szőlészettel meg borászattal, de ilyen nehéz évet, mint a tavalyi év, ha nem nagyon volt, elmondom azt, hogy 12-ször permeteztem tavaly. Pintér Szilárd polgármester elmondta, milyen jó hangulatban telt a rendezvény, és örömmel fogadta, hogy ilyen nagy számban érkeztek be pálinkák és borok is. Ismerem a települések borversenyének a nevezőit, meg a résztvevők számát. Azt gondolom, hogy Dombavár tekintetében ez is kimagasló volt, hiszen több mint 120 borminta érkezett. Azt gondolom, hogy lelkesen elbírálták a zsűri tagjai kedden ezeket a leadott mintákat. Ma pedig nyilván, miután első pálinka verseny volt, és jó magam is neveztem erre a versenyre, hát reménykedem benne, hogy minimum egy ezüstdíjat fogok kapni. Nevezőként feltárta az előkészületekkel és várakozásaival kapcsolatos gondolatait is. A pálinka elkészült ősszel, kiváló gyümölcsből,
Nyilván egy helyen már megmérettettem a saját pálinkámat, hogy aranyérmesnél, de nem volt nyilván annyira erős a mezőny, mint itt Dombováron. De hát reménykedek, hogy egy ezüst talán itt is jön nekem. Összesen 190 darab oklevelet osztottak ki, számos termék elnyerte az arany, ezüst, bronz fokozatot. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Garázda pultos a pécsi vásárcsarnokban vádat emelt az ügyészség a támadóval szemben. Különleges pakli, népviseletbe öltözött a magyar kártya. Szakmai fórum az uniós közös agrárpolitikáról. A Magosz elnöke is részt vett a mohácsi rendezvényen. Szólni merte a trágár beszéd miatt a vásárló, ezért a pultos rátámadt a pécsi vásárcsarnokban. Az önuralmát vesztett férfi meg akarta ütni a nőt, azonban ez szerencsére nem sikerült neki. A botrányos ügyben most emelt vádat a pécsi járásügyészség. Egy nőre támadt egy férfi a pécsi vásárcsarnokban ezen a biztonsági kamerás felvételen. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. A vádlott férfi egy boltot üzemeltet a pécsi vásárcsarnokban. Ebben az üzletben vásárolt 2023. december 8-án a sértett egy idős hölgy, aki hallotta, hogy a vádlott trágár szavakat használva beszél a női alkalmazottaival. A sértett ezt szóvá tette, ekkor a vádlott őt is trágár szavakkal illette. A sértett akkor közölte a vádlottal, hogy viselkedését be fogja jelenteni a piac felügyelőnek. A vádlott akkor kilépett az üzletének az ajtaján, és támadóan a sértett felé indult, illetve megfenyegette azzal, hogy agyonvágja. A sértett nem várta meg, amíg a vádlott közelebb ér. Sietve elment, és tájékoztatta a történtekről a piac felügyelőt, akivel együtt mentek vissza a vádlott üzletéhez. Amikor a vádlott meglátta őket, kilépett az üzletből, és a sértett felé indult. Őt lögdöste, a sértett maga elé védekezésül tartott kezét többször ellökte, a sértettet hátrálásra kényszerítette, és őt egyszer meg akarta ütni, de ez az ütés a sértett hölgyet nem találta el. Közben a vádlott kiabált a sértettel és fenyegette őt. Ez a cselekmény kihívóan közösségellenes és erőszakos volt. Alkalmas volt arra, hogy megbotránkoztasson, illetve megijesszen másokat. Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben garázdaság vétsége miatt pénzbüntetés szabjon ki. Ennek mértékéről a bíróság dönthet majd az ügy tárgyalásán. Somogyi népviseletbe öltözött a magyar kártya. Egyedi paklit álmodott meg a Zselic tánc együttes. Mindegyik lapon más-más népviselet látható. Így Szennai lány, Szuloki sváb koszorús lány és Karádi legény is. Somogy változatos néphagyományait mutatja be a viseletek által a Zselic tánc együttes, amely először egy fotósorozatot készített. Természetesen a Zselic tánc együttesnek a tagjai, a lányok és fiúk egy januári napon tulajdonképpen a lehetetlennel egyenlően nekivágtunk ennek a dolognak, nem is gondoltunk mi se bele, hogy ez mekkora nagy munka, és reggel 9-től este 7-ig folyt a fotózás, és nagyon köszönjük benne Lutár Kristófnak is úgymond a közreműködését és a kitartását, mert tényleg megállás nélkül ment a konyhrakás és az öltöztetés és a fotózás ezen a napon. 22 férfi és 32 női viseletről készült fotó. Már akkor megszületett az egyedi kártyapakli ötlete, amelyhez az együttes tagjai is adtak ötletet. Nyilván a táncosok, ők maguk kérték, hogy így legyen, hogy magyar kártya legyen, mert hogy nagyon sokat kártyáznak, és szerették volna úgymond ezt használni, és nyilván megvoltak a kívánalmak, hogy ki mit szeretne lenni ebben. És természetesen, amikor elkészült most, ugye tulajdonképpen most ezekben a hetekben, akkor nagyon nagy örömmel fogadták. Végül több száz fotóból választották ki azokat, amelyek a paklira kerültek. Mind a 32 kártyán más-más somogyi népviselet látható, így például Buzsák Lány, Szennai vőlegény, Szuloki sváb koszorús lány, Lakócsai horvát asszony és Karádi legény díszes ruházata is megismerhető. Van, aki hétköznapi, más ünneplős viseletben került a kártyára. Egy-egy kártyán két darab kép van, és nem feltétlenül ugyanaz mind a kettő. Pontosan azért, hogy megmutassuk még esetleg más oldalról is ezeket a viseleteket, hátulról mondjuk egy kontyot vagy profilból, hogyha olyan volt a viselet, akkor jobban látszik esetleg az, hogy milyen a jellege, milyen a sziluettje ennek a dolognak. Úgyhogy nagyon sok esetben két ugyanarról az emberről két darab kép is van a kártyán. A grafikai megvalósítást Fodor Mátyás végezte, aki a kártyák hátlapját is gondosan megtervezte.
a hátlap dizájnjához nagyon nagy nyersanyaggyűjteményt kaptam különböző viseletdarabokról, hímzésekről, könyvből kifotózott sormintákról. Az alapján abszolút én gondolkodtam, hogy hogy nézhet ki egy ilyen egyedi hátlap. Kettő verzió született, nem esett választás egyikre sem, ezért mind a kettő megvalósításra került. Az egyik ilyen modernebb hatású, de ugyanúgy autentikus minták vannak rajta, ez egy buzsáki minta, illetve a másik, ez egy női ködmönnek a hátulja, minden kártyában az a közös, hogy a sor minta ugyanolyan, ami a szélén fut, ez az előlapokon és a hátlapokon is ugyanaz, illetve a dobozon is megjelenik. Kártyaötletből nincs hiány, Horváth Tiborék újabb pakli megvalósítását tervezik. Fekete Péter alapján, kártya alapján egy fehér özvegy, máhogy Somogyban a csökői fehérgyász miatt gondoltuk fehér özvegynek, akkor oda nyilván már más fotók fognak bekerülni, és remélhetőleg, hogy azok a táncosok is bekerülnek ugye abba, akik most ebben nem. Ugye ott párokat kell majd alkotni, és akkor ott a férfi-női viseletes képeket fogjuk tudni egyberakni. A somogyi népviseleteket bemutató kártyapaklit a Csóri Sándor alapforrásából, valamint Bíró Norbert a Somogy vármegyei közgyűlés elnökének támogatásából készítette el a Zselic Tánc Együttes. Szakmai fórumot tartott az uniós közös agrárpolitikáról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Különös figyelmet fordítottak az induló vidékfejlesztési pályázatokra. Az eseményen Jakab István, a MAGOSZ elnöke is részt vett. A sajtónak adott tájékoztató után a fórumot a térség gazdáinak, pályázóinak Mohácson a polgármesteri hivatalban rendezték meg. Nagy változások vannak a mezőgazdaságban, a közös agrárpolitikában. Hatalmas gazdademonstrációk zajlanak unió szerte. Az unió gazdái besokaltak, mondta Jakab István, a MAGOSZ elnöke, a Mohácsi Szakmai Fórumot megelőzve a sajtómunkatársainak. Hozzátette, hogy a magyar kormány részéről bizonyos intézkedések megtörténtek, amelyek ezeket a nehézségeket tompítják. Sokat kell tenni azért, hogy a gazdák sikeresebbek legyenek. A fórum keretében egyfajta párbeszédet kezdeményezünk. Párbeszédet, egy őszinte, nyílt párbeszéd, oda-vissza megbeszéljük, hogy hogyan állunk. Kiemelt téma mindenhol, az, ami Európában is ma központi téma, hogy mi történik a ukrán gabona, mi történik az ukrán helyzettel, hogyan hat ez továbbra is a gazdaságra, a gazdálkodásra, mit lehet tenni, hogyan tudjuk kivédeni még inkább, meg lesznek-e, valóban megszületik-e az a döntés, hogy változatlanul a vámmentességet biztosítják az ukránok számára. Ez az egyik nagyon fontos téma. A másik kiemelt téma az, hogy a túlzott adminisztrációs terhek miatt nyilván már fellázadtak elég rendesen az európai régi tagállamok gazdái is, gondoljanak csak a német, vagy a spanyol gazdákra, vagy a francia gazdákra, de ugyanúgy nyilván gondolhatnak a lengyelekre, vagy gondolhatnak a V4-es országokra, mert mi magunk is ugyanígy, Brüsszelben is, és hát a tagállamokban is, külön-külön is nyilván megmozdultunk, és egyértelművé tettük, hogy változás kell. Ezért egy érdemi párbeszéd szükséges a gazdákkal, hangsúlyozta a MAGOSZ elnöke. Előadásában többek között arról beszélt, hogyan lehet a negatív hatásokat kivédeni, ellenállóképesebbé válni. Amit a magyar kormány megtehet a saját körben, megemelte a nemzeti kiegészítő forrást a kettes pillérben 80%-kal. Amit megtehetett a magyar kormány, eltörölte a földadót. Egy teljesen új, az őtségi, tehát az őstermelők családi gazdasága adórendszerét kidolgoztuk együtt a kamarával, amit a kormány elfogadott, és hát az a meggyőződésünk, hogy ez szintén sokat könnyít a gazdákon. Nyilván lényegesen több profit marad náluk. A gazdák tudják jól, hogy a kormánnyal nekik nincs konfliktusuk, hiszen ez a kormány a legtöbb pénzt biztosítja az agráriumnak, mondta Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője. Az agrárium kap pénzt ősszeli forrásokból, ezt kvázi normatív alapon kapják meg a gazdák, de ezt az összeget a magyar kormány hihetetlen bőkezően kiegészíti, és még más pályázati rendszereken keresztül is támogatja a gazdákat. Az előttünk lévő ciklus
elsősorban az élelmiszergazdaság támogatása várható, hogy a magyar agrárium meghaladja azt az állapotot, hogy csak alapanyag előállítására képes jó színvonalon. Nyilvánvalóan az a cél, hogy ezeket az alapanyagokat fel is dolgozzuk, és élelmiszereket állítsunk elő. Ezért várható nagyobb léptékű támogatás a kormány részéről ilyen célra. Az én térségem, a Mohácsi térségem egy kimondottan jó agrártérség. Nem csak a térségnek a déli része, tehát Mohácsboly térsége, az ország legjobb földjeit gazdálkodnak itt a gazdák, vagy megemlíthetem Villányt, az agrárgazdaságnak egy másik szereplőjét, a borvidéket, de a körzetem északi része Mágocs is rendkívül erős az agrárgazdaság területén, és én nyilvánvalóan képviselőként figyelek is a gazdálkodóinkra, abban vagyok érdekelt, hogy az állam által felkínált források minél nagyobb része az én választókörzetemben, mint egy kimondottan jó agrártérségbe is megjelenjen. Ez így volt eddig, és így lesz a jövőben is. Ez a fórumsorozat már januárban elindult. Minden alkalommal célba veszik Baranya vármegye településeit, mondta Rittlinger József, a NAK Baranya vármegyei elnöke. Ez inkább egy ilyen kis iránytű mutatás lenne az elkövetkezendő időre. Én mindig úgy fogalmazom meg, majd nem az a hangzik el, hogy mikor vessünk, mikor permetezzük, hanem egy kicsit a jövőben nézzük, milyen lehetőségek vannak, milyen források vannak, milyen pályázati lehetőségek vannak. Itt két végletet emelnék ki, akár a fiatal gazdát, akár a gazdaság átadás, mind a kettő így igen nagyon fontos, vagy akár a KAP pályázataim belül, a KAP stratégián belül milyen pályázatok, mikor nyílnak meg, mikor tudják igénybe venni, mikor lesz például precíziós pályázat, mikor lesz állatos pályázat, mikor lesz erdős, mikor lesz kertészeti is, ezen belül is, hogy mikre tudnak pályázni, és mi a pályázatnak a feltétel, és mennyi a támogatás. A szakmai fórumon rengetegen részt vettek a gazdák közül. Az uniós közös agrárpolitikáról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége tartott fórumot. Különös figyelmet fordítottak az induló vidékfejlesztési pályázatokra. Mutatjuk Tolna vármegye híreit, még egyszer röviden. Húsvéti tojás, sonka, torma, bárány, húsvétra készülünk. SKTV verseny, két bonyhádi diák is bejutott az elődöntőbe. Tojás húsvétra, olcsóbb, de nem mindenütt. Remek borok és pálinkák, versenyt rendeztek Dombóváron. Csütörtökön országszerte erős, olykor viharos délnyugati szél fúj, változékony, változóan felhős napos idő várható. Felhősödésekből szorványosan alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatar sincs kizárva, egy napra kissé visszaesik a hőmérséklet. Este, éjjel egy gyors mozgású hidegfront érkezik, északnyugatira forduló erős viharos széllel. A front mentén sokfelé kell számítani, hevesebb záporokra, néhol zivatarokra is, mindez azonban reggelre már el is hagyja az országot. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!